a Circus Maximus, a Palatinus és az Aventinus vidékét mutattam be. Most pedig a History in 3D című projekt gyönyörű rekonstrukciója alapján szeretném ettől a vidéktől, tehát a város szívének, a kettős domnak, Palatinus Aventinus vidékének a délnyugati részét, a városnak a délnyugati szegmensét bemutatni. Ahogy ez a videó is mutatja, a Circus Maximus és a Palatinustól délre terült el és magasodott a Capitolinus dombja, gyakorlatilag egy vonalban, légvonalban az Insula Tiberinával, ugye Asklepios gyógyító szentélyével, illetve Marcellusnak a híres színházával. Láthatjuk, hogyan magasodik, tornyosul ugye ez az aprócska dombon Jupiter Optimus Maximus Capitolinusnak, vagyis a rómaiak legfőbb és legfontosabb istenének a hatalmas temploma, amely ugye a város szíve volt, és amellyel szemben elterült ugye a római fórum, a Forum Romanum Magnum, és attól egy kicsit balra a Kolosseumhoz vezető régióban a későbbi császári fórumok. De most nem a Capitolinus dombbal és ugye ezzel az etruszk időkből származó nagy templommal szeretnék foglalkozni, hanem azzal, ami a templom és a Marcellus színház mögötti részen terült el. Nevezetesen ezt a régiót hívjuk Mars mezejének, a Campus Martiusnak. Ez a teljes nagy régió, amit itt látunk, ugye a Capitolinusi domb mögötti nagy reprezentatív terek, ezek a Mars mezején, a Campus Martiuson terültek el. Ahogy a név is mondja, Mars mezeje, ez egy olyan régiója volt a városnak, amely az archaikus korban még, vagyis a Krisztus előtti 7., 6., 5. század környékén még városfalon kívül esett, ugye a Morus Serviliana a város első, jól ismert kőfalán kívüli részren esett, éppen ezért Mars katonái, vagyis a római hadsereg itt tudott gyülekezni, ez volt a hadsereg gyülekező helye. Azonban ahogy a város terjedt, és ugye a Krisztus előtti 3.-2. században már gyakorlatilag Rómából ugye egy tengeri hatalom lesz, meghódítja ugye a mediterrán világnak először a nyugati, majd aztán a keleti medencéjét is, ugye meghódítja a görög világot, elgörögösödik a város, ugye idősebb Kátó ekkor írja panaszkodó leveleit, és hát egyféle dekadenciát jósolnak Rómának, amiért ugye a közel-kelet, az Orontész, ugye beömlik a Tiberiszbe a kelet a maga furcsa kulturális kavalkádjával. Nos, ez az a korszak, amikor a Campus Martius, az addig ugye városfalon kívül eső hatalmas nagy régiója, az úgynevezett 9. kerülete, ahogy tetszik, a 9. régiója a városnak, később így nevezik el ugye Augustus idején ezt a régiót, tehát a 9. régió, a Campus Martius, Mars mezeje szerves része lesz a városnak, ekkor már a városfalon gyakorlatilag az első városfala Rómának hát túl kicsi. Amit itt látunk, az valójában már a 3. századi, Krisztus után 3. századi városfal, ugye az Aurelianus féle városfal, tehát jól jelzi azt, hogy Róma nagyméretű várossá nőtt már a köztársaság végén is, és a Campus Martius, a Mars mezeje, az gyakorlatilag már csak egy hagyományt őrző név maradt, de szerves reprezentatív nagy terei a városnak ekkor épülnek itt. És mit látunk itt? Tehát a Capitolinusi domb mögötti részen újabb színházakat, sőt színházak sokaságát látunk. Tehát egy elgörögösödött várost fogunk itt látni a 3. században, már Krisztus előtt, a 2. században, de elsősorban rögtön a köztársaságkor végén, a polgárháborúk idején válik ez a régió ilyen monumentális formát, ekkor ölt, és természetesen ezek az építkezések folytatódnak a Krisztus utáni első és második században is, tehát egy majdnem 3-400 éven át ez a régió teljesen átalakul, beépül. Itt látjuk
Oktáviának, Augustus lányának a nagy portikuszát, Apolló és más istenek templomai veszik ezt körül, ma ugye, vagy hát a középkorban itt telepszik meg, itt alakul ki a zsidó negyed. Látjuk itt a kriptabábi színházát és nagy portikuszát, amely alatt egy mitrás szentély is lesz majd a császárkorban. De látunk itt néhány nagyon aranyos köztársaságkori és mintegy 2200 éves római templomot, amelyet azonban eltörpít, vagy hát körülvesz jóval monumentálisabb formában ez a hatalmas nagy színház, amelyet Pompeius Magnus, ugye, Cézár nagy riválisa és a földközi tenger keleti régiójának meghódítója fog építetni. Ez lesz az az épület komplexum, amelynek egyik termébe, Pompeiusnak ebben a portikuszának egyik termébe fog elköltözni a fórumról a kúria, és ahol aztán ugye megölik magát Cézárt is. Tehát míg a köztársaság korában ugye láttuk, hogy viszonylag kisméretű szentélyek álltak itt a városfalon kívül, illetve hát a város perifériáján, addig ebben a hellenisztikus időszakban elindul ez a nagyméretű, elsősorban Pompeius Magnusszal és kortársaival elindul ez annak a régiónak, Mars mezének a radikális átalakítása és építészeti programja. És egy összefüggő épületkomplexumot látunk itt, látjuk, hogy ezek a színházak szorosan összefüggnek egymással, és egy reprezentatív tereivé válnak a városnak. A Pompeius Magnus színháza mellett is látunk egy másik nagy színházat, illetve a Septa Iulia nevű hát régiót, illetve a Septa Iulia mellett ott találjuk Agrippának, Augustus császár vejének, illetve bocsánat, hadvezérének az első nagy közfürdőjét. Ez lesz tehát Róma város első igazán jelentős közfürdője. Egyesek ezt az épületet, vagy hát ezt a nagy teret, amely a Agrippa fürdője mellett alakult ki, ezt hát az úgynevezett Stagnum Agrippét egy hatalmas medenceként, mások pedig egy ilyen ligetes, fás, vizes, egzotikus kertként képzelik el. Nem tudjuk pontosan, hogy mi is zajlik itt, minden esetre a császárkorban Néró például egy óriási vacsorát rendez itt, tehát az tény, hogy ez is egy reprezentatív nagy köztere lesz a városnak, tehát mindenképp egy izgalmas vidék ez. Az Agrippa termáitól délre látjuk ezt a gyönyörű kupolás épületet, ami nem más, mint a Pantheon. Ezt maga Agrippa építeti, valószínűleg ennél jóval szerényebb formában, azonban a mai ismert formája és az itt is ábrázolt formája már a híres okulusszal és a nagy kupolával, az bizony Hadrianus császár idején újraépítetett monumentális épület, az ókor építészet egyik csodája, minden kupola atya, a Cementium egyik dicsérő példája, amelyet Hadrianus saját maga tervezett állítólag, vagy legalábbis hozzájárulhatott ennek az épületnek a megtervezéséhez, amelyet azonban Damaszkuszból származó szír építész Apollodoros hát fejez be. Ugyanaz az Apollodoros, aki a Trajanus fórumán is jelentős hát építészeti alkotásokat hagy ránk, például Trajanus oszlopát, illetve a Dunán, mai Drobeta területén ugye hidat épít, első hidat a világtörténelemben, ami a Dunát átszelte. Tehát ez a Krisztus után második században már, mintegy 200 évvel ugye Pompeius nagy színháza után fogja ezt a formát fölvenni a Campus Martius. A Pantheon mellett is hatalmas épületek sorakoznak itt. Néró császár például egy az Agrippa fürdőjénél is jóval nagyobb közfürdőt épített itt, de találunk itt különböző templomokat, majd a megismerült Hadrianus templomát is itt látjuk, ugye Hadrianus császár, amikor meghal, a szenátus istenné nevezi ki. Látjuk itt azért gyönyörűen haladnak ezek a hatalmas nagy akveduktuszok, vízvezetékek, amelyek egy része
például az Aqua Virgo szinte végig működött a középkorban is, mások, például az Aqua Claudia és sok más akveduktus sajnos már nem működött, egészen 5. Sixtus pápáig, aki aztán sorra alkotja újra ezeket a római fürdőhelyiségeket, illetve akveduktusokat. Tehát a Campus Martiusnek ez a hatalmas régiója, Pompeiustól egészen Hadrianus utódaig egy folyamatos építő telep, viszont minden uralkodó is, hát úgynevezett big man, a római politika nagy emberei valamilyen térrel, vagy templommal, vagy egy monumentális épülettel hozzájárulnak ehhez az akkor már több négyzetkilométeres területnek a bővítéséhez, és a Campus Martius, ami ugye addig egy köztársaság koráig egy laktalan katonai terep volt, beépítik ezt, és a város egyik legnagyobb reprezentatív tere lesz. Ugyanezt a stél szolgálja itt a fotó, vagy hát ezen a videón látható stadion is, egy másik görög építészeti forma, ugye? Csupa görög építészeti formával találkozunk tehát itt. Ez pedig Diocletianus császár, tehát az első század végén uralkodó császárnak a hatalmas nagy stadionja, amelynek formája tökéletesen látható ma is, nevezetesen ezt hívjuk ma Navona térnek, tehát a Navona tér formáját látjuk itt gyönyörűen kibontakozni. A stadion ugyan ma nincs meg, de a tér formája gyönyörűen visszaadja ezt a hatalmas épületet, illetve a stadion alapjai, hatalmas kövei azért láthatóak több Navona tér környékű épületben is, egyes épületekben múzeumként is szolgál ez. A Campus Martiusnak a legdélebbi részén kisebb-nagyobb templomokat, köztereket látunk, ami viszont fontos lesz, hogy Campus Martiusnak a, hát mondjuk úgy a Tiberishez közeli, legdélebbi részén fog Augustus császár, ugye a birodalom első császára egy új építészeti programot létrehozni, nevezetesen az ő hatalmas nagy síremlékét, Augustus császár mauzóleumát hozza létre, itt fogják őt elhamvasztani közvetlenül a mauzóleum mellett, és a mauzóleummal szembeni régióban fogja ő fölemelni az Arapákiszt, a béke oltárát, azt a gyönyörű szép fehér márványból készült oltárt, amelyet aztán Mussolini idején részben felfedeznek, és ugye átvisznek közvetlenül a mauzóleum mellé. Augustus császár mellé aztán a teljes Julius Claudius dinasztia oda temetkezik, tehát ez egy hatalmas temetkezési centrum lesz a város szélén, és sajnálatos módon hát a vandálok, illetve a középkorban betörő, és a középkorban ugye hát újra használják ezt az épületet, a legváltozatosabb formákban sajnos újra használják Augustus mauzóleumát, és hát egy darab csont nem maradt sem az első császárból, sem utódaiból, de természetesen Róma topográfiájából és a irodalmi forrásokból, sőt feliratokból jól tudjuk, hogy kik voltak ott eltemetve. A Campus Martiusnak a többi részén, délebbi részén már az úgynevezett hortik, a nagy szenátori villák és paloták húzódtak. Ez nem azt jelenti azonban, hogy ez a régió laktalan volt, bár valóban nagy kertek terültek itt el, de a suburbia, suburba, a városnak az úgynevezett alsóvárosi szegényebb rétege fog innen elindulni, kezdődni. Ez a videó nem rekonstruálja ezeket a régiókat, de azt el kell képzelni, hogy az itt látható Aurelianus féle, ha Krisztus után a 3. században épült, és egyébként ma is nagyon-nagyon hosszasan látható és fönnmaradt városfalon belül 500 ezer és 1 millió közötti lakosság számmal számolnak a kutatók. Ez azt jelenti, hogy egy rendkívül sűrű, a mai közel-keleti mediterrán városok hangulatát, szagát, ízét inspirálhatta ez a város is, tehát Róma egy nagyon sűrű, egy nagyon-nagyon a kettősséget jelző város volt, ami azt jelenti, hogy míg az itt látható, az itt ábrázolt reprezentatív nagy terek, görögös hellenizált város, az a gazdagság, az elit Róma birodalmi nagyságát hivatott hirdetni, Augustus márványvárosát ugye, addig az itt meg nem rekonstruált
házak tízezrei és talán százezrei, azok ugye a szegény réteget, a városnak, a városba beömpölygő nagy birodalmi tömegeket reprezentálják. A Aurelianus falán kívül eső területet látjuk itt a folyó másik partján, ugye ez a Trans-Tiberis, vagyis ma Trastevere városnegyed. Ez egy nagyon izgalmas városa rész volt már az ókorban is, de még szerves része a város falon belüli intramuros területének. Ugye látjuk, hogy a város falon belüli területet tudjuk itt elképzelni. Ami a városfalon kívül indulnak el ezek az utak, ugye minden út Rómába vezet, és hát leginkább azon kívülre, ott már ugye a temetők kezdődnek, a Via Appian, és más fontos utak, amelyek összekötötték Rómát a Itália többi területével, tehát a nagy temetők, a nagy mauzólumok, a nagy hát szenátori külvárosi villák, illetve itt látjuk egy másik fontos mauzóleumot, Hadrianus császár mauzóleumát, ahova aztán nem csak az utazó császár, az első szakállas császár, de az őt követő tucatnyi császár is a harmadik század végéig temetkezni fog. Tehát egy másik nagyon fontos mauzóleuma ez a császári kornak. Sajnálatos módon ezt is kifosztják a késő antikvitás idején, és a középkorban ugye erődítmény lesz, ma angyalvárként ismert ez az egykori császári mauzóleum, és vele szemben, hát ezen már nem jelenik meg sajnos, terült el a Mons Vaticanus, egy városfalon kívül eső dombocska, ahol volt egy frík szentély, a Frigianum, és aztán Caligula építi a cirkuszát, hasonló épület lehetett, mint ugye Domitianusnak a stadionja, vagy ugye a Circus Maximus, csak valamivel kisebb méretben, és hát az leginkább azért lett híres, mert ott végzik ki Szent Pétert, ugye ezen a dombon, és ott fog kialakulni később a kereszténység, és ő is legfontosabb római központja. Itt távol mindentől árválkodik az egyik legnagyobb római közfürdő, amely már a harmadik század végén fog épülni, ez pedig ugye Diocletianus, az illír császárnak a nagy-nagy termája. Méretében és pompájában ez a több ezer embert fürdető épület, csak Caracalla császár hatalmas közfürdőjéhez fogható. Ez a mai Piazza, de la Repubblica, vagyis a köztársaság terén terül el. A köztársaság terének a formája is a Diocletianus termáitnak adja vissza, tehát nem véletlen az a hatalmas félköríves alakja a mai térnek, illetve a termák, a közfürdőnek jelentős épületei, ugye a Santa Maria degli Angeli templom, Michelangelo által tervezett templomnak a szerves részét adja ma. Tehát röviden azt láthatjuk, hogy Rómának ez a reprezentatív terei, a Campus Martius, Mars mezeje, különböző épületei, vagy annak formavilága, formái mai napig megvannak, mai napig látogathatóak, legyen szó itt a Kriptabábi Múzeumról, legyen szó itt ugye a Navona térről, a Pantheonról, Hadrianusnak, a megistenült Hadrianus temploma beépült egy középkori, késő újkori palotába, tehát ez gyakorlatilag minden, amit itt bemutattam a Mars mezején lévő épületekből, mai napig látható és látogatható, tehát élő öröksége ez az ókornak és a jelennek.